Sziasztok, köszöntelek benneteket! Csütörtökön a fátyolfelhők alatt igencsak melegünk lesz, ugyanis többfelé meghaladja majd a 20 fokot is a csúcshőmérséklet. A hétvégén már körvonalazódik a változás, a jövő héten pedig markáns lehűlésre kell majd készülni. Ha megnézzük a jelenlegi időjárási helyzetet, akkor az látható, hogy a Brit-szigetek térségében egy ciklon örvénylik, ennek frontjai egyre inkább nyugat felé helyeződnek, így Európában is egyre több felé ered majd el az eső. Ennek a légörvénynek az előoldalán viszont továbbra is meleg levegő áramlik fölénk, ennek hatására péntekig még biztosan kitart a jó idő. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan fátyolfelhők lesznek majd az égen, ez alól kivételt az ország keleti része képez majd, itt ugyanis alacsonyabb szinteken is lehetnek felhők. A minimum hőmérséklet általában 1 és 7 fok között változik, de az Észak-Dunántúlon ennél 1-2 fokkal melegebb is lehet, ugyanis itt már elkezd lengedezni a déli szél. Napközben fátyolfelhők fogják majd szűrni a napsütést, a csúcshőmérséklet pedig általában 20 és 24 fok között várható, és már egyre inkább megélénkül a délies légmozgás. Pénteken már lesz egy kicsi változás, a csúcshőmérséklet továbbra is 20 és 24 fok között alakul általában, azonban a délutáni óráktól már kisebb esőzáporok kialakulhatnak. A hétvégén pedig, ahogy már említettem, körvonalazódik a változás, ugyanis egy hullámzó frontrendszer éri el majd térségünket, ennek hatására pedig megnövekszik majd a csapadékhajlam, és egyre több felhő lesz felettünk. Ennek hatására szombaton elszórt jelleggel kell készülni esőre, záporra, illetve vasárnap is hasonló lesz a helyzet, azonban napközben lesz majd egy kisebb csapadékszünet, tehát inkább vasárnap a nap második felétől kell csapadékra készülni. Hétfőtől viszont megérkezik a hideg levegő, itt láthatjátok az animáción, hogy egész északról érkezik ez a hideg levegő, és egészen elér a görög szigetekig, tehát szinte egész Európát beteríti majd. Elég tartósnak bizonyul a hideg, és sajnos egyre nagyobb a valószínűség annak, hogy fagyni fog, tehát egyre nagyobb eséllyel kell készülni arra, sajnos, hogy fagykár fog kialakulni a jövő hét közepétől. Ez azt jelenti, hogy a minimum hőmérsékletek általában -4-5 fokig is lesüllyedhetnek majd, de a következő napokban mindenképpen jelentkezünk majd a friss infókkal. Én ezzel köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!